A tema koju ćete sada čuti glasi gde sam bio i gde želim biti. Znači, ne znam da li su me dobro čuli prevodioci. Tema koju ćemo sada čuti jeste gde sam bio i gde želim biti. Najbrža sedmica do sada u SCnetu iz Mađarske, gospodin Vodli-WHERE, karijera 7. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Szia, azt mondanám! Én azt hittem, lesz egy kis szünet, ugye nyugodtan ültem ott. Ez kicsit, hogy én nem pahozok, azt mondjuk, azt én ültem ott. Robert mondja, hogy most jövünk egyből dolgozunk. Szállt sorolom, hogy tényleg rendben rád mondom. De jó, nem is baj, hogy dolgozunk, mert nem fogunk itt neki állni táncolni, talán nem tudok jól táncolni, mint ő először is. Mi a problém, de rádió, de például rádió, kezd nézem, de tudod, akkor lehet a plesetet. Meg azt mondom, hogy inkább munkába töltjük, hamar leszünk, akkor hetesek, ugye? Akkor preskocsom a szedi írói szerepre, hogy csak mit szerítse. Jó, megkaphatom a prezentet esetleg. Szóval a prezentet, hogy nagyom. Köszönöm. De jó, nem. Kaj, magára. Egy kis türelmés meg lesz, jó? Előttünk még alig beszereljük a technikát, akkor egy-két kérdés, hadd kérdezzek. Ki az, aki most van először itt ezen a szemináriumon? Szóval, aki még nem volt nemzetközi. Felállnál egy pillanatra, megkérhetnek benneteket? Akkor most szabadulsz mehetek, hogy mindig van a szemináriumon. Többi országból előttek újra közé. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Nagyon jó látni, nagyon jó látni. Nagyon jó látni. Nagyon jó látni. Nagyon jó látni. Oké. Jó, köszönöm, el lehet jönni, nagyon szuper. Nagyon jó látni, hogy ilyen sok új van, mert ha jól láttam, több mint a fele a teremben. Látom, hogy egy kicsit vidim skoro pola sale, novih. Amikor utoljára itt voltunk, nem volt ennyire sok új, tehát ez mindenképpen egy előre... Poslednyi put bio ovde, nije bilo toliko novih kandidáta, novih saradnika. Mindenképpen fontos előrelépés, hogy mindig jöjjenek újak, és ez most egy nagyon jó érzés, hogy köszöntelek benneteket. Izvetlen vážen korak, de na svakom szerve jó van mnogo novih, hogy pripudol az el. Jó. Most harmadszor vagyok előadó a nemzetközi szeminárium, amit külön szeretnék megköszönni a vezetőimnek. Tréci putcam predávastam egy rávni szemér, most úgy kell zakvalitok. Bízom, mert nem okozok csalódást. Nem hiszem, de nincs nyugod az a család. Próbáltam felkészülni. Próbáltam, de ezt spreljük. Akik esetleg nem ismernének, nekik egy kis rövid bemutatkozást egy olyan 40 percben meg fogok tenni. Alig, hogy menni poznai. Mert az egész előadásom erről fog szólni. Krátok a beszélés, és napra időnk 30 minúta. Az üzleti életről annyit kell róla tudnok, majd tudnatok rólam, hogy pár nap múlva három éve vagyok az SCnetnek a tagja. És ez kicsit bosszal, de tényleg az látod, hogy csak az pár dán jön, mert ti társadalmi trigodén a SCnetet. Pontosabban február 7-én lesz három éve, hogy beléptem az SCnetbe. Precízen 7. február azt hiszem szerepét jutsa SCnetet. És úgy gondolom, úgy látom, hogy nagyon jó döntést hoztam akkor. Én viszont azt hiszem, hogy dobra dolgok úgy annak tada. Én azok közé az emberek közé tartozom. Ja, azt hiszem, ez pár amicsi van egy ugye. Akik azonnal is nagyon gyors döntést tudtak hozni, vagy hozni. Nekem körülbelül 2 éjszaka elég volt ahhoz, hogy eldöntsem, hogy az SCnetet fel fogom építeni. Persze gondolhatjátok, hogy nekem most már könnyű ezt mondani, ugye? Most mi szinte a dolgozatja lakó pricsati. Tehát már valamilyen szinten felépült. De mindenképpen mondanom kell, hogy még messze sincs kész az üzlet, tehát mi nem építettük fel az SCnetet. Morgan, kázsad, hogy blízú, nincs ma izrádeli SCnet. Dálta lekoszmódkáját. Tehát nagyon sok munkát, akkor nyugodjatok meg, jó? Bénti szerintem maga ráadás. Jó, fel is kezdek magába a prezentációba, mert azt gondolom talán fontos az, hogy honnan jöttem és hova tartok. Inkább egy ötszörös a prezentáció, mert bitne, de azt pokazsa, hogy vissza bio és kuda ide. És bízom benne, hogy nagyon sokan meg fogjátok saját magatokat látni bennem. Én szigorúan azt mondom, hogy mnogi od vás, de számi szebe vide útom, és tudsz pokazati. Gondolom, hogy az én életem nem egyedi. Viszont a moj život út nie jedinstven. Nagyon sokan születettek körülbelül velem egy időben. Mnogo vás se rodilo otprilike u isto vrijeme kad i ja. Szerintem a lehető legjobbtól születtem, ugye fele? Kao što je pravi momišta kaže, u najbolje vrijeme smo se rodili.
Én a 70-es évek elején, 1972-ben születtem, ami már nem most volt persze. Pozsétom se szövnéztik, de úgy nem pedig szövnézt új gondos stradio. Most remélem, sokan elcsodálkoztatok, hogy milyen jól tartja magát. Most bizony, hogy nem. Na, szívül százal Péter, én dolgoztam is a szóval gondolja, ezt hádom. Köszönjük a kozmetikumoknak, ugye? Ez a klányosi kozmeticia. És ahonnan én jöttem, az, az igaz nagyon régen volt persze. A Dákfejel, de az itt a Jákodálma Bíló. Nem tudom ki az, aki megismer, melyik lehetek én. Ez már egy valaki megismer. Az meg, hogy iszom jár. Az a picike? Hát a mi picike? Kárkás, van egy Mári, van egy Mári, meg azt iszom Mári. Melyik? Elől a csíkos? Elől a csíkos. Na, Félix, a programa? Úgy nézed én ki? Az? Jó, meg. Tesna! Segítek, jó? Én pomocsra, pomocsra. Az vagyok én. Tájszerűen. Már akkor is ilyen határozott voltam, mint most. Lehet látni a képen, ugye? Itt látszok, hogy odlucsom kell vissza. De amiért ezt a képet megkerestem... Zsasztok, hogy rázsit a cikú? Az azért, hogy nézzétek vissza, vagy nézzük vissza, hogy igazából honnan jöttem, mert ez volt az első kérdés. Zato što treba da pogledamo odakle smo došli, mi sami nekada, je to bilo prvo pitanje. Őszintén megmondom, hogy senkit nem ismerek a képen, senkit nem tudom a nevét. De volt iszten, nem volt szetik ilyenok imena a szlicia. Hát nem most volt, de hogyha megnézzük a környezetet... Nije to baš tako, hogy nedavno bilo, ali ako pogledamo okruženje... Ebben az okodában jártam. U ovo, ovako zabavište sem išao. Nagyon örültem neki. Jakszom bio szeta. Mert tele volt luxussal az egész óvoda. Ilyen az ápol is tudjó, puno luxusnik szvári. Éppen, hogy nem dölt ránk az épület. Ilyesztem az orszus néz usla, vagy zgadan rász. Hát úgy végignézzük a kisebbséget, és ezt nem nagyon akarom említeni, tehát elég rossz környezetből jött a történet, ugye? Akkor vidim, hogy azt a sajnál íz dosta sramostó kájász. Az a település, ahol annak idején éltünk, körülbelül 600-al laktak összesen. Na tom, u tom selu gde smo živjeli, otprilike 600 ljudi je živjelo. Tad ne već Nagyváros, ne Budapest. Znači, nije neki veliki grad. És valahol ide indultam. I negde odavde sam krenuo. Idővel elkezdtem változni. Vremena sam počeo sam menjati. Počeo sam da rastem. És pár évre rá, csak pár év telt el, elkezdtem dolgozni. I ma pár godina kasnije počeo sam da radim. Ebben az időben, mint felszolgáló, tehát vendéglátósként dolgoztam. Jó, rendben sem rádió, kao gostitelj. De én már tudtam, hogy én ezt nem akarom csinálni. Azt znao tu, de nincs to de rádió. Nagyon gyorsan rájöttem, hogy ez nem az én világom lesz. Brzo sem zaključil, de ovo nincs mit moj svet. Kicsit nagy volt rá magad rád, nem? Kajsa, ma azon bíl a veliki pantolóni. Meg az így is. Így kosele. De a pizza legalább finom volt. Ale pizza je bila dobra. Egy nagyon gyors döntés kellett itt is hoznom. Brzo odlukszom, trebam jól ide donesem. Pár hónapot dolgoztam ennél a cégnél. Pár veszélyt szem rádi, kávó zaposztán. És megkaptam a fizetésemet, és nagyon szerettem, és most is nagyon szeretek számolni. Dolgoztam plátu, és volim de racsunam, és szám volim de racsunam. És nagyon gyorsan kiszámoltam, hogy ebből az állásból, amit itt dolgoztam. I brzo szem izracsunam, de izolom a posztak, de szem rádi. Soha nem lesz semmit. Nikad ništa neće postići. Ništa na svijetu neće postići. Dakle, na kine dolgoztam. Ali onaj za koga sam ja radio. Az, ako me Mercedes-e jak. On tad već vozio Mercedes-a. Mindig finom illata volt, cijet ruhákot vodod. Uvijek je bio lepi modelima i lepo je bilo. Mi moš nekem. Jo, čupit sam. Mi moš nekem, čupit sam. Bilo me kao meni sada. Igen, én ilyen akartam lenni. Da, ja sam teo takav da budem. És akkor meghoztam a döntést, pár hónap alatt én azonnal felmondtam ennél a cégnél. Pozdő pár beszélt, hiszem az úgy csinál, de nem odkezd. És elfordultam egy olyan irányba, amit tudtam, hogy meg lehet, amit fel lehet építeni. És ez a network marketing. Ilyen össze borsod rá, hogy network marketing. Egyetlen egy dolog volt az életemben. Ilyen össze vár, szemi úgy voltunk. És mai napig tartok. Idános viszint. Én gazdagon akarok lenni. Ja, hogy csinál, hogy bogat. Pontosabban. Szemtelenül gazdag akarok lenni. De hogy te társadalmi bezobrazdan kocsit budem mondani. Nem tudom ki az, aki így gondolkodik, vagy így ilyen irányba akar menni. Akkor mi a stelmű budem a magyarok ilyen gyorsan feltették a kérdőket. Hát a brzo, hogy mondok, tudom, hogy jár kell szóval nekünk. Hogy mit akarok, hogy nekünk akarok mondani. Nem tudom, hogy jó, tehát kellett egy jó döntés egy jó időben. És nem lehet egy dobra adókul, dobra és ha nem hoztad meg a döntésedet, akkor szerintem itt van az idő. Akkor nincs jó dobra adókul, a független, hogy
te még nem, vagy már nem vagy már ennyire fiatal, mint én akkor voltam. Bézz az, hogy most vissza tudom, hogy Márka SCnet bio. Nyugodtan hozd meg a döntést, a lehető leggyorsabban, akár most. Donészi, odluku, ne ügyörös, és most is, akkor most is szada. Ennél jobb időben nem fogok tudni meghozni a döntésedet. Nincs jó, hogy baj, mert énnek, hogy most én ezt sodluku. A network marketingben, amikor elkezdtem dolgozni, és innentől kezdve maradjunk most már az SCnetnél. Kezdve most rádi MLM, egyre azt nem szedik, hogy SCnet. Fontos, hogy legyen egy célod, legyen egy célom. Vitte, de most jelen cíl. Természetesen nekem is megvan a célom, megvan az első pillanatok kedve a célom. Na, ami ezt mondt, próbál, amit én a cíl. Én rövidőn belül le akartam körözni Robertet. Jászok fel, ez a krátkor én idő, hogy mizsgyom Robertet. Aztán rájöttem, hogy soha nem fogunk tudni lekörözni. Igen, azt mondom, hogy Svátyod, nem voltak a presztigen. Mert ő az egyes számú hálózat, én már nem tudom megelőzni. Igen, bro, én nem úrjási. De tudtam, hogy van lehetőség a hálózatban, a rendszerben. Azt az álló úrjási magad, a posztigen. És lesznek dolgok, amiben jobbak lehetünk, mint akár bárki, aki már benne van az ügyben. Nekem várjuk, hogy maga biti bolyi, hogy bilak a bedugok. És az igaz rád is. Jó, vázsiz a tebe. Hát most hozzon egy jó döntést. Akkor tudom, ez is dobro odluku. De lehetsz bárkinél jobban van a teremben. Možete biti bolji od bilo koga drugog u ovoj sali. Elmondom előre, ez nem lesz könnyű, nem lesz egyszerű. Odbrano, kažemo napred, neće biti ni lako, ni jednostavno. Az én célom pontosan az volt, hogy felépítsek egy olyan hálózatot. Moj cíl je bio, da napravim takvu mrežu. Közösen felépítsünk egy olyan hálózatot. Da mi zajedno napravimo takvu mrežu. Amiből valós passzív jövedelmet fogunk tudni. És csegem a szvárni passzív neprikodat. Hosszú távon életünk végéig élvezni. Na duzse stázod a kaja života. Csak ezt nagyon sokszor el kell mondanunk, és tisztába kell raknunk az embereknél a gondolatokat. Azt mondom, hogy ezt a polomimo, da nam dobro mesto stavimo, hogy ez nem valós. Hogy ez nem valósulhat meg 1-2-3 év alatt. De ahol nem most össze posztigni za 1-2-3 godine. Azt, hogy valaki 1-2 év alatt ért el komolyabb eredményt. To što je neko za 1-2 godine napravio dobre rezultate, azt nem biztos, hogy mindenki tudja másolni. To ne znači da svako može kopira. De vannak dolgok, amiket bárki le tud másolni és bárki meg. Ako sve stvari koje bilo ko može da kopira. Az első az, hogy legyen egy komoly célod, úgy, ahogy nekem is volt. Prva stvar, da imaš ozbiljen cíl, kao što sam ja imao. Döntsd el, hogy mekkora csoportot akarsz felépíteni. Odluči koliko hoćeš grupu da izgradiš. Ha ez megvan, akkor fogsz elérni a passzív jövedelemhez, akkor fogunk közösen elérni a passzív jövedelemhez. Akkor imas, onda zárjadom, mozsadom, hogy mondom, hogy passzív prikodat. Jó, én úgy gondolom, hogy 5 év ebben a szakmában. Ja, viszont, hogy oly branši 5 godina. De ha esetleg kicsit lassabban csinálod, akkor 10 év. Akkor tudsz, hogy ma a szporén rádis, oda 10 godina. Mondjuk ez már nagyon lassú. Ovo je stvarno jako sporo. 5 év alatt valóban el fogod érni a passzív jövedelmet. Mislim, hogy ez a 5 godina stvarno možda dođeš do passzívnych prikoda. Amiért neked már nem kell újra és újra és újra megdolgozni. I onda, kad dođeš do passzívnych prikoda, nem možeš stálno és stálno ponovno da radiš za svoje pare. Mert azok a dolgok, azok az eszközök, lehetőségek, amik a kezünkben vannak most. One stvari, one mogućnosti, koje sad već imam u rukama. Független, hogy honnan jöttél, melyik országban élsz. Bez obzira, odakle si došao, koja zemlje živiš. Független, hogy éppen hány éves vagy. Bez obzira, koliko imaš godina. Neked olyan lehetőség, ugyanolyan lehetőség, mint nekünk, akik itt kint állnak. Znači, ti imaš iste takve mogućnosti, kao i mi koji ovdje ispred tebe stojemo. Az alapötlet egy olyan erős ötlet. A osnovna ideja je toliko jaka ideja. Ami a legerősebb most a világon. A, što je najjače na svijetu. A vásárlói közösségnél erősebb ötletet nem fogsz tudni kitalálni soha. Nešto bolje nego udruživanje potrošača nećeš nikad moći da pronađeš. Itt ülünk közel 600 ebben a teremben. Evo imamo oko 600 ljudi ovdje u sali. Ha ezt az ajtót most bezárják és nem engednek ki minket egy hónapig. Akkor biztos, hogy azad ove vráta zatvorili, zakocsoljátok nagyon túl a hónapból. Mi lenne itt egy hónap múlva? Nem tudom, hát mi is testem, hogy túl jó, azok már messze dana. Egy hónapig ide belennénk ilyen sokan okosan zárva, mert okosak vagyunk. Znáci, mi pameti ljudi, hogy biztos, hogy zakocsolni messze dana, hogy akkor prostori. Minden gondolatunkat összeadták. I da sve ideje, sva razmišljenja zajedno saberemo. Čak azon gondolkodnánk, és čak azon dolgodnánk, tudunk-e ennél jobb ötletet kitalálni. I sve ono tome da radimo, da razmišljamo da li možemo bolju ideju da ovdje nađemo. Mi már páran tudjuk, hogy nem tudunk jobb ötletet kitalálni. Ne bismo mogli nađemo bolju ideju, ne postoji. Nincs nagyobb ötlet a network piacon, mint maga a vásárolói közösség. Ne postoji, mert múltra el marketingu veće ideje, nego udruživanje potrošača. Mindenből pénzt keresni, mint az emberek. Tehát mindenből pénzt keresni, amit az emberek minden nap így is úgy is elköltenek, ez a legnagyobb. Ennyi nagyobbat nem tudsz kitalálni. Csak van egy kérdés. Hogy ezt mindenki egyformán gondolja így. Az pitanje, da li svi vi mislite isto ovako? Mindenki egyformán ugyanazt fogja tenni. Da li ćete svi isto da radite što treba?
És hasonló célért fogunk-e közösen küzdeni? I da li ćemo za slične ciljeve zajedno svi da se borimo? Mert én hiába gondolom egyedül. Te hiába gondolod egyedül. Ja sam da razmišljam nije dovoljno. Ti sam razmišljaš nije dovoljno. Ha nem adod el egy megfelelő csoportnak, egy megfelelő mennyiségű embernek. Ako ne predaš sve to nekoj grupi, nekoj količini ljudi. Akkor hiába az ötlet. Onda džabe ova ideja. Hiába a szertifikáció, hiába logotipunk, hogy milyen ügyesek vagyunk, nem ér semmit. Džabe nam ovaj sertifikat, džabe našemo tu i pokazujemo kako smo mi dobri, ništa ne vredi. Az a jövőkép, amit mi látunk az üzletben magyarok, vagy személy szerint mi páran vezetők, mert még nálunk is nagyon sokan ezt még nem értik, de meg fogják érteni. On ideje i predstava o poslu i mogućnostima koje imamo par nas ovaj, vođa u Mađarskoj. Az, hogy az SCnet-en keresztül az emberek el fogják költeni a bevételünknek közel a 97%-át. To je da će ljudi kroz SCnet u budućnosti moći da potroši 97% svojih potreba i svojih zarada. Ez csak idő kérdése, és csak rajtunk múlik. I da je to samo pitanje vremena, je samo od nas zavisi. De ha ezt megérted, ezt az egy diát, ali ako shvatiš ovaj slajd, akkor olyan nagy célod lesz, onda će imati tako velik cilj, amiért minden nap fel fogsz kelni és minden nap dolgozni fogsz. Zbog kojeg ćeš svakog dana ustati i raditi puno. Ez egy dia a legerősebb az MLM piacon most. Znači ovaj slajd je najjači na MLM tržište. Hát tudjátok, hogy bármilyen országra ez igaz, mondjuk ez most Magyarországnak a diája. Znači ovaj na mađarskom slajdu gdje ovo funkcionira i važi za svaku državu. Magyarországon az összes család, akik pénzt keresnek, Magyarországon is pénzt költenek el. Znači, kad pogledamo sve porodice, sve pare, sve što troše na razne stvari. A jövedelmünknek nem egészen a 3%-át költik mindenféle MLM termékre. Znači, manje od 3% ljudi troše na sve moguće MLM proizvode. Ebbe benne vannak a tápláléki egészítő vitamin. Tu su i vitamini, i utazási, i putovanje, i kafe, i edénykészletek, i posuđe, minden. Sve. Magyarországon több mint 170 cég kínálja a termékeit MLM rendszerben. Vissza 170 firmi prekoj MLM. Szerintem ez majdnem mindenhol közösen így van, mert ugyanazok a cégek megjelennek. Szicsom róla jelen a firmima. Hogyha megmutatjuk azt, akkor pokazsunk to, hogy az SCnet-en közel a 97%-át tudják elkölteni a családok a bevételüknek. De ljudi, 97% pára, koja potrosi, mogu potrosi koz SCnet. Akkor biztos, hogy a legnagyobb forgalmú céget tudjuk létrehozni. Onda znači, da možemo sigurno napravimo firmu sa najvećim prometom. Amit az MLM piacon valaha valaki is lát. Što na MLM tržištu je iko ikada video. Számomra ez egy elég nagy jövőképet tud mutatni. Za mene ovo je jedno jako veliku sliku možda izgledi. És amikor én bárkivel tárgyalok, ezt soha nem hagyom ki. Mindig elmagyarázom és megmutatom. Mindig. S kim god ja pričam, ja nikad ne propustim, da ovo pokažem i objasnim. Ez amikor valakivel leülsz beszélgetni és be akarod hozni az üzletbe. Ako szerintem s nekim da pričam, hogy da uvedem u posao. Szerintem nagyon fontos, hogy olyan jövőképet tudj neki mutatni. Jako, mislim da jako bitno da mu takvu budućnost možemo pokazati. Ali Rosmo je hajlan da moju kiniš mi delega felmeni iš dolgozni tvojeg hezija. Zbog koje čovjek spreman da kaže sve će ostaviti drugo, da ostavim i da radim na ovo. Megvan na legnađob ötlet. Imamo najveću ideju. Megmutati pa i legnađob cijega tuđu gledrehozni. Pokažemo da možemo najveću firmu da razvijemo. Megvan ako za az eskozok, ameket už meg fogok utatni. Imamo za to alate koje ću pokazati. Az eskozok nagyon-nagyon egyszerűek. Alati su vrlo jednostavni. Az, hogy nagyforgalmú cég leszünk, az nem kérdés. Tudod, hogy mondjuk ti veliki prometos, hogy azok a feltételek, amelyek itt vannak nálunk, zato što ovi preduslovi koje mi imamo, az, hogy ingyenesen regisztrálhatunk, nincs van különbség, znači da možemo jednostavno, besokon regisztrálmo, nema obaveze, nema članarine. Ez egy nagyon nagy csoportot fog számodra jelenteni. To znači, hogy most jako veliku grupu da izgradiš. A legnagyobb csoportot a network piacon. Najveće grupe na mrežu, na polju mrežu marketinga, sa ovim uslovima. Amit ma bárki bármilyen iskolai végzettségtől függetlenül tud csinálni. Jer svako bez obzira na svoju školsku spremu može to da napravi. Mindegy, hogy milyen iskolába jártál, milyen óvodában élettál. Jedno, svejedno, kako školu i kako zabavište si išao. Neked most a piacon ez egy óriási lehetőséget. Znači, ahogy ti most tržištu ogromnu mogućnost. A kérdés, hogy fogsz-e vele élni? Pitanje samo da li ćeš iskoristiti. Tehát a feltételek adottak. Znači imamo preduslove. Mindenki számára van lehetőség az üzletünkben. Mindenki számára. Za svakog postoji mogućnost u ovom poslu. Ha valaki nem érti meg az üzletünket, fogsz kapni egy óriási nemet. Azt fogja mondani, hogy ez egy hülyeség, nem akarom csinálni. Ako neko ne razumije sistem, dobit ćeš jedno veliko ne i reći neću da ovo radim. Gondolom ezen már nagyon sokan túl vagyunk, nagyon sokan kaptunk nemeket ebben az üzletben. Nadam se da smo svi već prevrazišli ovo i da smo mnogo ne dobili. Kaptunk már nemeket? Smo dobili ne. Aha. És abba hagytuk az üzletet?
Ha nem, mert itt vagyunk. Én ezt osztani poszlózból tovább? Ne, osztani ezt poszlózból. Nagyon sok ember lesz, aki csak annyit lát az üzletünkből, hogy olcsóban tud vásárolni. Magi Judicek, szabad a videó, de mogod egy tényleg kupuljuk az asszisztent. Rengeteg ilyen lesz. Nagyon sok. Akik majd valamikor vagy használják a rendszert, vagy nem. Hogy csinálják, akkor így megkérdezik. Mert általában nem szokták, ugye? Mihogy? Általában nem szokták használni a rendszert ezek a kis csinálják. Ami amikor is tud azt mondani, hogy regisztrálni, vesztatlanul a hamiszkorisztri szisztem. Ebből is már nagyon sok emberrel találkoztatok. Beregisztráltad és valahol van, nem is tudjuk, hogy mi van vele. Így szívan szíve regisztrálom magam, hogy Judika, hogy ez vannak ilyenek, ugye? Vannak. Én majd tudták el. Oké. Van egy olyan csoport, akik egy kiegészítést akarnak, fizetés kiegészítést, egy újabb jövedelmet. Ilyen a grupok, akkor kocsi ma oda dopulni svoje prihode. Ők már valamivel többet értenek meg a mi üzletünkből. Oni morda malo više razumeju. Kicsit többet látnak már benne. Malo više videó o poslu. Nekik is tudunk lehetőséget biztosítani. Ilyen az ember, de álmú búcsnaszt. És vannak azok az emberek, akik ti, akik mi, akik itt vagyunk most. Ima onih ljudi koji su sada ovde. Akik sikert akarnak elérni, akik karrierrel mozdulnak. Úspek karriere. Akik szemtelenül gazdagok akarnak elérni. Akik bezorozanak magát. Tudod te? Tudod ti. Ugye? És ti to? Mindenki számára van az SCnetben lehetőség. Mindenki számára. Za svakoga postoje mogućnost pre SCnet. Te dolgod az, hogy mindenkinek mutasd meg az utat. Tvoje zadatak je da svima pokažeš ovaj posao. Előítéletek nélkül, mindenki, hogy bez predrasuda, bez obzira odakle su došli. A feltételek mellett nagyon jó eszközeik vannak. Pored ovih predoslova imamo jako dobre alate. A network piac legjobb eszközei vannak a kezünkben. Najbolji alat imamo na network tržištu. Azok a vezetőik, akik már ezt megértették. Oni vođe koji su ove shvatili. Azoknak működik az üzlet, azoknak képül a hálózat, ugye? Njima funkcioniše posao, njima raste mreža. Na nézzük, milyen eszközeink vannak. Mi az, amire azt gondolom, hogy nagyon, nagyon fontos és nagyon elkezdett. Kárkja alat imamo, stáj to, što je važno. A mi üzletünk egyik és legfontosabb kulcsa maga a fogalom. Jel najvažniji ključe da naša posla je zapravo avanskapara. Bárki, aki megismeri a fogalot. Bilo koliko shvati taj princíp. Pontosabban megérti. Mert ez fontos, hogy megérti, ugye? Mellette elfogadja. I koga prihvati. Mert az kevés, hogy megérts, ha nem fogadod el. Nije dovoljno samo da ga razumeš, nego i da prihvatiš. Az üzlet elején én is valamilyen szinten megértettem, csak nem fogadtam el az első hetekben, hónapokban. Na početku rade, ja sam na nekom nivou razumeo. Kaparul, ali nisam prihvatal. Tako da ja fogadtam, akkor egy kicsit előre ment az üzlet. Kad sam mi je prihvatio, onda je počelo da mi brže ide posao. Van egy harmadik, még fontosabb dolog. Ima još jedna važnija stvar. Megértetted, elfogadtad. Imam, razumio sam, prihvatio sam. Adiš tovább nagyon sok embernek. I daj predloži to što veće broje ljudi. És ez fogja előre vinni az üzletet. I ovo će ti vam predjeti posao. A foglaló az, hogy felgyorsítjuk vele a vásárlást. Znači, uz pomoć kapar ili avalca mi ubrzavamo kupovine potrošnje. Mert hogy vásárolunk, elengednénk, kapunk és ebből profitálunk pozíciót. Jer možemo da kupujemo, da dobijemo popuste i da dobijemo pozície. Ez a legjobb ötlet a network piacon. Ovo je sigurno najbolja ideja na tržištu networka. De az, hogy a jövőbeni vásárlásunkat azonnal be tudjuk foglalni a bináris rendszerre. A to, što možemo da kaparišemo budućku kupovinu. Menet közben ki tudjuk egészíteni és el tudjuk költeni a pénzünket. De utolkú ráda možemo da dopolimo te pári, možemo te konat da potrošimo. Ez a legerősebb ötlet. Ovo je najjačí ideja za pár. Ennél nagyobbat nem fogsz tudni kitalálni. Od ovoga nečiš več kitalálni. Én egy is lehetnénk ebben a teremben, ugye? Soha nem fogsz tudni kitalálni. Cíta zsír možemo szedeti ovoj szállni nincs tenácsi bolyan. Viszont ha a kezünkben van. Ale kad već imamo to u rukama. Akkor használjuk, alkalmazunk, adjuk tovább a lehetőbbet. A következő eszközök, amelyek még ugyanolyan fontosak a foglaló mellett, mert a foglaló önmagában egy dolog. Szlejtsi a láti, hogy ezt a kocsi vásdi, pored kapare, kapare vásda. Az egymásra épülő bináris rendszerünket. Znači binári szisztém, koji se nadgrađuje, nadograđuje jedno na drugo. Ugyanúgy meg kell értened és el kell fogadnod. Isto tako treba da shvatiš i prihvatiš. Egymásra épülve több gazdasági osztályon keresztül. Znači više trgovačka kategórija, koje idu jedne iz druge. Azonnal jutalékot, azonnal jövedelmet biztosít bárki számára. Trenutne provízie i príchode donosze svakome. Mindegy, hogy csak kis embernek gondolod, vagy önmagát. Nije bitno, hogy startuješ samanje. El tudja kezdeni az üzletet egy kemény 50 euróval. Most csak is a 50 euróval startuje biznisz. És ezzel eredményt tudsz elérni.
I već ti ne možeš da postigneš neke rezultate. Annak idején én sem indultam biznisz modellel. Nem voltak még ilyen, hogy biznisz modell. Mondták neked, nem sokat értettem belőle. Kedve ja startolva nisem imao biznisz modell, odnosno rekli su mi nešto, nisam razumio šta je to. De elfogadtam azt, hogy az egymásra épülő bináris rendszerből én is tudok pénzt keresni. Ali sam shvatio da iz ovih binarnih sistema koji su povezani među sobom mogu i ja zaraditi pare. És megmutattam az első pillanattól kezdve mindenkinek, hogy ezzel azonnal tudunk pénzt keresni. I od samog početka sam svakom koji sam pokazivao posao, pokazivao da mogu odmah da zaradi pare ljudi. És ahogy a bináris rendszert építettük, i kako sam radio binarno stablo, úgy sajátítottuk el a tudást az SCnetből, értettük meg az egésznek a lényegét. Tako smo polako sve više shvatali i prihvatali suštinu SCneta. És folyamatosan csatlakoztak az emberek naponta. I svakog dana su dolazili novi ljudi. És már egy 20.000 fős hálózat van a csoportomban. I danas imam preko 20.000 ljudi u mreži. Ami még csak a kezdet. Što je samo početak. Tudjuk azt, hogy ez a 20.000 ember ez nagyon-nagyon kevés. Az nem, de akkor itt 20.000 ljudi jako malo. Tudjuk azt, hogy a 20.000 emberből hogyan lesz 3-4-500.000 ember. Znamo kako iz 20.000 ljudi možda bude 300-400-500. Vagy idővel több millió ember. I vremenom više miliona ljudi. De ahogy már az elején említettem, most is ki kellene térnem. I na početku sam spomenuo i sad moram da kažem. Hogy ez egy hosszabb folyamat. Ezt nem lehet pár év alatt megcsinálni. Duži proces, ahol nem možda pár godina napraviš. És nem tudod egyedül megcsinálni. Ehhez kellene a vezető. Zato nam trebaju vođe. Ezen kívül a további eszközök. Sljedeći alat. Megismertük és elfogadtuk a Business 33-as modellt. Upoznal sam, shvatio i prihvatio Business Model 33. Amivel azonnal tudsz komoly jövedelmet szerezni magadnak. Sa čime odmah možeš ozbiljne prihode da imaš. A Business Model az, amelyik könnyen másolható. Business Model je ono što se lako može kopirati. Nagyon stabil alapot ad a te üzletednek. I jako stabilno osnovu ti daje tvom poslu. És azok a vezetők, i oni vođe, akik alkalmazzák a business modellt, koje primjenjuju business model, ők lettek karrierben a legsikeresebbek. Oni su bili najbrži i najuspešniji u karijerima. Mindenki, aki nem így dolgozik, svi oni koji ne rade s ovim, csak időig itt lesz, 1-2-3 évig itt lesz. Samo 1-2-3 godine će biti s nama. Lehet, hogy 4-5-ig is elmelegszik, možda će 4-5 godina da preživi. De nem fog komoly eredményt elérni. Ali neće velike rezultate, ozbilj rezultate postići. Te akarsz komoly eredményt elérni? Jel vi hoćete ozbilj rezultate da postignete? Igen. Da. Én is. I ja. Akkor csináljuk. Csináljuk azt, amit kell. Onda radimo ono što treba radimo. A business modellt... Business model? Bárkinek, aki 5-10 éves távlatban gondolkodik. Bilo kome ko na 5-10 godina razmišlja szabadon ponudni business model. Mert ő ki fogja tudni egészíteni és el fogja tudni tölteni az életében. Može da sigurno upotpuni taj business model da potroška partijski film. Az, hogy ma nem tudja még 100%-ban elkölteni. To što ne može još uvijek danas... Az, hogy Magyarországon van 3000 termék partnerünk. To što Magyarországon imamo samo 3000 partnerski film. Igazából nem okoz problémát. To i nije neki problém. Mert tudsz egy olyan üzletet kutatni az új induló embereknek, jer ljudima koji sada krenu možda kasni takav posao, amivel azonnal tudunk haladni. Sa kojim odmah možeš da napreduješ brzo. Business modellt követően ott van egy nagyon erős kifizetési rendszerünk. Posle business modela imamo jedan izuzetno jak sistem isplate provizije. Ami je leghumanušav kifizetniši rencer i legerušav kifizetniši rencer. Koji je najhumaniji plan nagrađivanja i najisplativiji plan nagrađivanja. Az, hogy sok kifizetniši réteg van nálunk, több szinten fizetnek ki. To što imamo više nivoa isplate. Megint csak az egyszerű vásárlásokból keletkező jövedelem. Opet imamo samo od kupovina, direktne povrate novca. Nadjom komoj pasiv element des. Iz čega jako ozbiljne pasivne prihode možeš imati. Mellett a saját profitáló pozícióknak bónuszai következő gazdasági osztályon nem fogom felsorolni. Imaš bónusze u narednim trgovačkim kategorijama. De mint hálózatépítő jegyezzük meg, hogy a közvetlen munkatársak után és a mélységi munkatársak után nagyon komoly jutalékot fizet ki a rendszer. Nemojte zaboraviti, da kao graditelj mreža znamo da i od direktnih saradnika i od indirektnih saradnika... Ez elengedhetetlen megint csak. Mnogo ozbiljne prihode možemo da zaradimo. Ezekkel a megismert eszközökkel és segédanyagokkal... Sa ovim pokazanim alatima i pomoćnim sredstvima... Fel fogod tudni építeni magát az ajánlói rendszeredet. Možeš da izgradiš svoju mrežu preporučenih saradnika. Ami majd a te pasív jövedelmet fogja számodra biztosítani. Što će ti obezbediti pasivne prihode. Hát hogy kinek mennyit, koliko kome? A ki mennyit dolgozik majd? Pa ono svakom koliko radi. Nincsenek titkok.
Ne postoje tajne. Najljepšom video od svog tamo izdja za interneta. Imao hoće da vidim, imao sam hoće da je mnogo video. Evo za ti vidiš u svoma prese. Mnogo video klipova o vlađi reče. Da ne vidim neko ne misli nešto pomoćno. Ukarno vas u manji. Govorim o poslu. I što najljepšom gledam video o to radnom kogu, od noć vezetog, noć hajmo za Big Peter. I mnogo video sam video gde veliki lideri i veliki graditelji mreža. Hajmo, ut mundo, ako ne mundo, jaka ti tko. U 3 do 5 rečenica kažeš tajnu. Ali će kod njivoj McFarlane samo ember tu mega tika tajnje postavno. Samo trebaš određeni broj ljudi da obavljaš o poslu. Estet me grencerešem. I to radi redovno. Iš bistoš mi je red minješ. I si ovo ćeš imati rezultate. Jo, Ferlane zvo tome dijad. Napravio sam mi ovakav jedan slajd. Ovo bi volio vam osnovno podjor Eliodaša Koliš. Ono što mi koristimo stvarno i na prezentacijama osnovno. Jeste li govorili da se volio te ljuje mene bez svega ti? Kao ovo pokažemo novom čovjeku. Meni to ti gost na dik. Pokažemo im. Hoć hojte je tkuri veru, ez meni euro. 2000. Ja 1000 euro tkuri veru, hojte je tkeresni. Kako možete zaraditi 10.000 euro mesečno? I što ste fogio fogadni mindenki, mert ez valós. I ovo će svako prihvatiti jer ovo je realno. A de felépíten az ajánlói rendszeret, ami körülbelül 10-10-10 ember négy mélységben. Ako ti napraviš svoju mrežu gde imaš 10x10x10x4 dubine. Az függetlenül, hogy éppen most melyik országban élsz, melyik országban dolgozol. Bez obzira gde živiš i šta radiš, kako radiš. Körülbelül 150 eurós költéssel számolva. Ako potrošod prilike 150 eura. Havonta meg kell lenned a 10.000 eurós bevételednek. Mesztre az adis 10.000 euró. Ez mindenki számára elérhető. Azt akkor most a posztignek. Ha valakivel elősz beszélgetni, és ő is még csak felszolgáló, hogy én is voltam. Ako se jedeš s nekim da pričaš i on još uvek kolabor kao što kaže bio. Ti će tu samo niš tuđo njegov nefog megelni. Ako zna da računa i zna da iz onog posla neće moći da preživi. Nefog je jertan i nefog je fogadni gdje se jedno ljubi uvedena. On će shvatiti i prihvatiti da je ovo jako dobar prihod. I što ten nefog je jertan. I nešto će učiniti za to. Vom mi ej dođenju fontoš dijam. I još jedan jako važan slajd. Ami te za SCnet franchise anak cívunk. Što ga mi zovemo SCnet franchise. Ami lépésről lépésre elvisz mindenki a sikerhez. Što korak po korak vas vodi ka uspjehu. 10 olyan egyszerű lépés. 10 jednostavni koraka. Ami alaplépéseknek hívunk. Koje zovemo osnovni koracima. Amit most egyenként végig fogunk venni. Što ćemo sada da pređemo? Mindenjeget 20 percbe. Svaki ćemo pričati po 20 minuta. Ma ne vettek, de. Smejete se, ali treba bih to da uradim. Természetesen nem csak felvázolom a 10 pontot a lényegét. Samo ću suštinu da kažem. Ez a 10 pont egyenként nagyon-nagyon komoly. Svaki od tih tačaka su vrlo ozbiljne tačke. De egyre nagyja meg a nagy lehetőséget számodra. Ali ti obezbeđuje veliku šansu. 10 pontot nincs olyan ember itt a teremben, aki ne tudná megtanulni. Ne postoji čovjek u ovoj sali koji ne može da nauči ovih 10 tačaka. A tuc besedniš te hallas. Ako znaš da pričaš i čuješ. Ako tudod mi ovaj ideji vam, jerte tvoj mit je lad raz. Onda razumeš šta ovo znači. Ako ne tudod činali. Znaš da uradiš. A kjerdeš li mek činali da mi da 10 pontot. Samo je pitanje da li ćeš da uradiš svih 10 koraka. Čki je za kjer mek činali da 10 pontot, ide? Ko je taj što će napraviti? A 10 pontbol bármit kihac. Bilo šta ako preskučiš iz ovih 10 tačaka. Ideig, óráig lehet, hogy fogsz eredményt elérni. Možda ćeš donekle neke rezultate napraviti. De azok, akik itt ültek kint, akik elérték már a 7-es szintet. Ovek, koji su došli do pozície 7. Biztos vagyok benne, hogy mind a 10 pontot megtanulták és alkalmazták. Sigurno sam da su svih 10 tačaka naučili i da su primenjivali. Egy példát kiveszed bármelyiket a sorból. De bilo koji primer sad uzme iz ovih. Mindenben nagyon jó vagy, minden nagyon jól csinálsz. U svemu treba da budeš dobar. Csak soha nem isz meg senkit az üzleti bemutatóra. Znači da si u svim tačkama dobar, ali recimo nikad ne pozoveš ljudi na prezentaciju. Da li misliš da ćeš napraviti mrežu? Kizat. Nema šanse. Pedi čak 9 pontot nap min nap nojo ima me činata. Znači iako 9 stvari jako dobro znaš da uradiš. Jedje ti vata. Jednu mi izostavi. Iš nula za što je tvoj nekad ne uzeti. I nula ti je šansa da je uspeš. I na osnovu ondolom od jedana što sa 10 pontot metanuli. Mislim da vredi da učite ovih 10 tačaka. Jedan još 10 pontot nov minov djokorovani. Mislim da se isplati ovih 10 tačaka svakog dana raditi. I što kada je smegles. I kada ovo budete uradili. Ako je najednoj komoj čoport od mesega, komoj pasivio da met poksmora. I imaćeš veliku grupu, imaćeš pasivne prihode.
Én nem húznám tovább az időt, mert már most csúszásban vagyunk. Én örülök neki, hogy nagyon szép számmal eljöttetek a nemzetközi szemináriumra. Bízom benne, hogy augusztusban mindenki lényegesen többen lesz. És bízom benne, hogy magyarok több mint 100-an jönnek el. Fél évente mindig növekszünk stabilan. Én kívánom mindenkinek a következő fél évre azt, Svakom želim u narednih pola godina da bude zdrav, legyen boldog, da bude sretan i sok egységet kívánok mindenkinek. Köszönöm a figyelmet i mnogo jedinica vam želim.